Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Magabiztosan győzték le a Dávid Kornél Akadémia csapatát a Kékcápák. Kiütés egy győzelmet aratott a Kecskemét ellen az Ástúdió futszál Nyíregyháza. A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben folytatja pályafutását Újvári Zoltán. 10 intézmény részvételével rendezték meg az Óvodások Játékos Sportfesztiválját. 15 érmet szereztek a nyíregyházi úszók a stuttgarti nemzetközi versenyen. Megszerezte 6. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia csapatát fogadták, és a vendégek 91-67-es vereséggel távoztak a Continental Arénából. Közel 1 órás csúszással kezdődött el a mérkőzés. A székesfehérváriak eleve késve érkeztek, majd a bemelegítés közben a vendégek egyik játékosa leszakította a gyűrűt. Az első negyed kiegyenlített játékot hozott, 10 perc játék után a cápák vezettek 3 ponttal. A folytatásban nőni kezdett a különbség, a nagy szünetre már 16 pontos hazai vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után elkezdtek behullani a nyíregyházi hármasok, a harmadik negyed derekán már 29 ponttal vezetett a házigazda. A lényegi dolgok ezzel el is dőltek, a folytatásban Merin Mekmedovics valamennyi játékosának lehetőséget adott, akik meg is hálálták a bizalmat, így a nyíregyháziak magabiztosan szerezték meg 6. bajnoki győzelmüket. Rutinos csapat, nem nagyon tempó játszik, de nagyon rutinos, és kellemetlen szerkezet. 3 kulcsjátékos, Tóth, Petti, 2 center, tudják a dolgát. És elején próbáltak minden, mi egy kicsikét vártunk ezt a szünet után, hogy nem találtunk a dobó formát, de mi is nagyon készültünk erre a meccsre, most minden meccse fontos, és mikor elkezdtünk játszani, ők próbál lassítani meccset, mi próbáljunk gyorsítani ritmus, nekünk sikerül, és mikor elmentünk 16-17 pont, akkor szétesett ő koncepció. Tartottunk végig ezt az eredmény, ami kell, és örülök neki, hogy tudok adni a perceket azok a srácok, aki kevesebb játszottak eddig, ráadásul nyíregyházi srácok megérdemelnek játszottak, nem is rossz volt, megmondom őszintén, hogy ez jó volt. Most mióta lehet számítani mindenkire, még erősebb leszünk szerintem. Hát most én se tudom igazán, ha a vége. Érted? Dolgozzunk jó, és legyen, mit legyen. A játék mellett az is nagyon fontos, hogy jó legyen a csapat szellem. Jó volt látni, hogy a fiatalok kosarainál újult fel a kispad, mintha mondjuk a Lakersek dobtak volna egy kosarat. Ja, én örülök nekik, csak mindenkinek a kér meccse, tudni kell, Hibián, Oroszi, a Verebei, azok a ők a játékosok. Nem csak a gyerekek, most mi itt buliból teszünk őket, és akkor érvezik. Ők a játékosok, ők számítani lehetek kemény perceket. Hibián nagyon utolsó pedig nagyon sokat feljutott, Áron is jól játszik új poszton. Jön a pillanat, mikor Bence is lesz kezdő, Verebei, őt tervezünk, hogy egy-két tív belül ő lesz ez a 20-as játékos, aki fogja meghatározva lenni. Nem tudunk csak erre gondolkozni, hogy bajnokságból hány győzelem, hány veresége, nekünk kell megcsinálni a csapat, nekünk kell építkezni állandó, minden héten erősebb lenni. Szerintem láthatod, hogy mi egy másfajta kosárlabdát játszunk. Azt mondta, nem tudod, hol a vége, a Miskolc érkezik. Ebben a szériában, ami van a Nyíregyháza kötelező győzelem kategória, viszont mindig ezek a meccsek a legveszélyesebbek. Most az a jó, mert ez az eredmény, amit eddig elértünk, nehéz ez utazni Nyíregyházáról, és azt mondta, hogy mindjárt járunk ott is. De mi is készülni fogunk, ma este is Miskolc megverte a TF-et, lendületben vannak, igazoltak új játékosait, de akkor is mi készen állunk, nekünk ebbe hónapban van ezt a meccs, és egy mavc rangadó. Utána vagyunk a Kaszások és a Folt, aki nagyon jó csapat, itt kell húzni ezt a meccset, és szerintem első 4-be kell valahol végezni, és erre kell ezt a Miskolci meccs is. Mindkét csapat egy biztos győzelem után érkezett erre a mérkőzésre.
szoros meccsre lehetett számítani, ehhez képest nagyon magabiztosan nyertetek. Belül milyen volt a pályán ez a mérkőzés? Amilyen magabiztosnak tűnhetett kívülről, egyébként nem volt olyan egyszerű. Főleg az első fél időben azért folyamatosan ott voltak a nyakunkon, és hogyha főleg azért, mert ilyen rutinosak, hogyha nem figyelünk oda, akkor könnyen belemehetünk volna egy olyan mérkőzésbe, ahol statikusabb a játék, nekik kedvez, és végül ők nyernek, de szerencsére nem hagytuk magunkat, és játszottuk a játékunkat, úgyhogy jó volt. Mikor dőlt el szerinted a meccs? Ugye már szünetben jelentős volt a különbség, aztán a 31-et közepén talán 30 pont közelébe is került a különbség. A harmadik negyedben egyértelműen, mert azon nagyon sok múlt, főleg egy ilyen rutinos gárda ellen, hogy hogyan jövünk ki az öltözőbe, nem szabad bent ragadni, és szerencsére így történt, ráadásul volt egy olyan incidens, hogy a gyűrű leesett, úgyhogy új volt a gyűrű is nekünk is, de szerencsére ezt átidalta a csapat. Az első két negyedben nem nagyon jöttek a hármasok, számítottatok rá, hogy a szünet után megfordul ez a tendencia? Dobásból lesz a kosár szerencsére, úgyhogy számítottunk rá, reméltük, hogy azért, ráadásul így, hogy nem jöttek a hármasok, így is vezettünk, úgyhogy örültünk neki, hogy végül sikerült, de azt hiszem, hogyha nem jöttek volna azok a hármasok, szerintem így is a lendületből meg tudtuk volna őket venni, de így még jobb volt. Eleve fiatal a csapat, te is fiatal vagy, aztán volt olyan periódus, amikor nálad még fiatalabbak voltak veled a pályán. Milyen volt így játszani? Zseniális. Még szokom azt, hogy idősebb vagyok, de próbálok segíteni nekik, próbálok passzolni nekik úgy, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, amiből tudnak dobni, és hogy szokják ezt az egész közeget, és szerintem nagyon jól teljesítettek ma. Jó szériában van a csapat, megint egy hazai mérkőzés következik, ami a szérkezik vasárnap, ott milyen meccse lehet számítani? Nehéz, főleg, hogy mivel jó periódusban vagyunk, könnyen elbízhatjuk magunkat, ezért fontos, hogy jól felkészüljünk rájuk, és nem szabad lenézni őket. Ott is vannak rutinos játékosok, és ott is vannak jó játékosok, úgyhogy brusztolós, kemény mérkőzésre számítok, és remélem, hogy sikerül a mi akaratunkat ráhelyezni az ellenfélre és nyerni. Kiütéses győzelmet aratott az A-Studio futszál csapata az NBA 14. fordulójában. Lovas Norbert együttese a Kecskemétet fogadta, és 7-1-re megvert ellenfelét. Szombathelyen egy nagy arányú vereséget szenvedtünk. Az első fél időben nagyon sok helyzetet kihagytunk, viszont ajándékoztunk már az első fél időben is 2 gólt, illetve a másodikban is folytattuk ezt az ajándékozásunkat. Hatalmas védelmi hibák, egyéni védelmi hibáknak köszönhetően sikerült ez a vereség. Azután hajnalba értünk haza Nyíregyházára, és szombaton egy rehabilitációs nap volt, vasárnap pedig egy mérkőzés előtti taktikai edzés, és ott próbáltuk a játékosokat felkészíteni, ami várhat rájuk majd hétfőn. Ez mind pszichésen, mind játékrendszerben ott egy kicsit módosítottam, és igazából ült a hétfői meccsen. Szerencsére jól használtuk ki a helyzeteinket, illetve mindenki a saját extráját nyújtotta, és ennek volt köszönhető, hogy nyertünk. Sokáig volt 1-0, aztán 1-1, aztán volt talán 2-3 perc, amikor potyoltak a nyíregyházi gólok. Minek köszönhetően kapta ott el akkor így a fonalat a csapat? Az első fél időben is megvoltak már a helyzeteink, egy olyan 5%-os zicsert hagytunk ki, a Krajcsi ismét jó napot fogott ki, utána viszont az ő hibájából sikerült megszereznünk a vezetést, és ott valami gát átszakadt a játékosokban, és utána tényleg szinte percenként termeltük a gólokat. Nagyban szerintem hozzájárult az, hogy a helyzetkihasználásunk értelemszerűen a másik fél időben feljavult, a kapu előtt megcsináltuk azokat az extra cseleket, illetve azokat a jó döntéseket a befejezésnél, amire képesek a játékosok, és ennek volt köszönhető az, hogy ilyen nagy arányú győzelmet arattunk, illetve egy nagyon parádés kapus teljesítményünk is volt, mert persze ne felejtsük el a nézőket, akik kilátogattak, nekik is hatalmas köszönet, mert fantasztikus hangatot teremtettek. Először verte meg a csapat a Kecskemétet, ettől függetlenül ez is egy győzelem, viszont ez a, lehet azt mondani, klubtörténeti siker egy picit feljebb pozícionálja a csapatot a mezőnyben? Úgy gondolom, hogyha az Újpestet is le tudnánk győzni majd hétfőn, a soron következő mérkőzésünkön, akkor ez nagyon értékes 3 pont lenne, de igen, nagyon bíztunk benne, hogy ez az első tévés szereplés, illetve a Kecskemét elleni rossz szériánk megszakad, és
győzni tudunk hazai pályán. Ez nagyon kellett ez a siker, mert a top 4-es csapatok közül eddig senkit se tudtunk megverni, és így nehéz volt, de ismét egy ilyen gát, ezt a mumust, a Kecskemétet sikerült legyőznünk, és szerintem ez olyan löketet fog adni nekünk, ami az alapszakasz végéig kitart. Dolgozni fogunk, melózzunk a héten is, és nagyon remélem, hogy az Újpest elleni játékunk is hasonló lesz, és egy remek védekezés után kontrából, érzett pontrugásokból, gólokban leszünk eredményesek. Ugye az első három helyezettel játszottok most ezen a három meccsen, volt egy vereség, volt egy győzelem, ha a harmadik eredmény jönne be az Újpesten, egy döntetlen kiegyezni levele, vagy majd a meccs után kiderül? Előtte volt azért egy Berettyóújfalui döntetlen, tehát azt már kipipáltuk, szóval szeretném, hogyha a győztes útra térnénk, és akkor így folytatnánk, hogy a top csapatokat legyőzzük a második körbe, és nem úgy kezdtük már most szerencsére a második kört, ahogy az első négy meccsünk alakult augusztusban. Már most több pontot szereztünk, és hogyha most azokat a kötelező győzelmeket be tudjuk húzni, amit a hét meccses veretlenségi szériába behúztunk, akkor egy szép alapszakaszt tudunk zárni. Ez is a célunk, hogy minél előrébb végezzünk. És majd a mérkőzés után megmondom, hogy elégedett lettem volna, de most előjáróban a három pontért megyünk Újpestre. A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben folytatja pályafutását Újvári Zoltán. A 24 éves BMX freestyle versenyző idén a 9. helyen végzett a világkupa sorozatban. A Nyíregyházi Sportcentrum, mint kiemelt vidéki sportszervezetnek nem csak az a célja, hogy a saját értékeit megtartsa, és a saját edzőiből, játékosaiból, sportolóiból hozza ki a legtöbbet, a legjobb eredményt, hanem keresse az innovációt, keresse az új utakat, és keresse olyan sportágakat, amik már sikeresek Magyarországon, vagy nagyon szép jövő áll előttük, és így találtunk rá a kerékpárra, azon belül is a BMX freestyle-ra, hiszen van egy olyan nyíregyházi sportolónk Újvári Zoltán személyében, aki már komoly nemzetközi eredményekkel bír fiatalkora ellenére, így kértük a felvételünket a szövetségben, amelyet teljesítettünk, és úgyhogy közösen kezdjük el ezt az új jövőt építeni. Mi az elvárás Zolival szemben, egyrészt az eredményeket, illetve másrészt pedig a sportág népszerűsítését, építését illetően? Ugye azt el kell mondom, hogy ez tényleg egy friss kapcsolat még, de ő már egy Európa-bajnoki 5. és többszörös világkupa résztvevő sportoló, úgyhogy elvárás lehet az, hogy a nemzetközi eredményeket egyre inkább hozza. Van egy 4 éves ciklus, hiszen az olimpia 2028-ban lesz, és fiatalkora ellenére, vagy fiatalkora miatt azt gondolom, hogy még akár 2-3 ciklusról is beszéltünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez talán az első fő cél az olimpia. Szereplés. Viszont a másik fő cél az, hogy olyan utánpótlás és olyan bázist toborozzunk az ő segítségével itt Nyíregyházán a megyében, ami tényleg ennek egy új teret adhat ennek a sportágnak. Új, innovatív, viszont rendkívül látványos és rendkívül felkapott sportágról beszélünk, úgyhogy bízom benne, hogy egyre többen fognak csatlakozni. A mai sajtótájékoztatón kiderült, hogy hivatalosan is a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben folytatod a pályafutásodat. Először is egy kis bemutatkozás, ki igazolt a Nyíregyházi Sportcentrumhoz. Újvári Zoltán vagyok. Profi freestyle BMX versenyző, egyben válogatott kerettag is. És igen, mostantól hivatalosan is a Nyíregyházi Sportcentrumot fogom képviselni a legtöbb versenyem. Már korábban is elkezdtük egyébként az együttműködés az elmúlt hetekben, hónapokban, de hivatalossá még csak mától vált. Ha az eredmény sorozat az eddigét, eket nézzük, mire lehetsz a legbüszkébb? Az elmúlt hónapokban egyébként jöttek össze szerintem az eddig legjobb eredményeim, hiszen Franciaországban világkupán 7. helyezést értem el, Európa-bajnokságon 5. helyezést értem el, valamint az idei világkupa sorozatot a 9. helyen zártam összesítettben, amikre tényleg nagyon büszke vagyok. Akik néznek egy ilyen versenyt, azt látják, hogy nagyon extrém dolgokat mutatnak be egy BMX biciklivel a sportolók. Mennyi munka áll mögött? Kisgyerekkorom óta már foglalkozok ezzel a sportággal, és űzöm szinte minden nap. Mivel most olimpiai sportág, így azért a magas szintű sportolói tevékenység magas szintű edzéseket is igényel. Én ugyanúgy járok konditerembe és erőnléti edzésekre, gyógytornákra, és tényleg, hogy a lehető legjobban tudjam magamat képviselni a kerékpáromon. Hát emellett pedig a napi több órás BMX-ezés az, ami az elvárt. Ebben a sportágban hogy néz ki a versenynaptár, mettől meddig tart a szezon? Igazából ez így hivatalosan nincsen időintervallumok közé szorítva, hiszen mi a 2024-es évet februárban kezdtük, és még december 16-án lesz a világbajnokságunk, szóval még most nincsen nagyon pihenő.
de az látszik, hogy igazából a Nemzetközi Szövetség is azon van, hogy minden jobban be tudja ezt sűríteni mondjuk tavasz és ősz közé, hiszen télen már nem tudunk kint versenyezni az időjárás miatt. Hol lesz a világbajnokság és milyen tervekkel indulsz? Abu Dhabiban lesz a világbajnokság december 16 és 21-e között. Mindig úgy megyek versenyezni, hogy magammal az adott maximumot, a felkészülésemhez képest maximumot ki tudjam hozni. Ez most sem lesz másképp. Egy top 10, hogyha számszerűsítenem kell, az nagyon jó lenne, és arra az tényleg egy nagyon meghatározó eredmény lenne a magyar sportban is. A következő évet nézzük, mi a fő cél, és egy picit előrébb tekintve a 24-es olimpiára is volt esélyed kijutni, gondolom azért 2028 Los Angeles ott van a célok között. Igen, tehát a jövő év az elég hasonlóan fog kinézni, mint az idei világkupákkal, Európa-bajnoksággal, világbajnoksággal karöltve, de természetesen most a közép-rövid távú cél az a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok, és azon fogok dolgozni minden erőmmel, hogy arra a kvalifikációt és a kvótát be tudjam gyűjteni. Ismét megrendezték a Continental Arénában az Óvodások Játékos Sportfesztiválját. 10 intézmény, 100 óvisa vett részt a jó hangulatú eseményen. Hosszú évek óta a Nyíregyházi Sportcentrum minden évben megrendezi a óvodások játékos sportvetélkedőjét, és természetesen az atlétikai centrumba, az atlétikai versenyüket is az óvodásoknak. Most túl vagyunk már a játékos sportvetélkedőn, 100 gyerek vett részt 10 csapatban, és óriási nagy dolog ez most, hogy a Nyíregyháza 4 égtájáról is, tehát minden 4 égtájról tudtak jönni csapatok, és versenyeztek, fantasztikus bérlőtöt tudnak maguk mögött, hiszen nagyon sok ajándékot kapnak, sok olyan versenyszám volt, például a Dömper, a kis motor, a Talicska, ez az övék lesz, ezt viszik az óvodákba, a Nyíregyházi Sportcentrum ezzel ajándékozza meg a óvodákat, mellette természetesen minden egyes gyerek aranyérmet kapott, voltak versenybírók, akik figyelték oldalról, de azzal ügyeltünk, hogy mindenkinek egyformán aranyérem legyen a nyakába, csokit, üdítőt kapnak még a végén, és nagyon kellemesen elfáradtak a gyerekek. Kik a lelkesebbek ilyenkor, a gyerekek, az óvónők vagy a szülők? Ez közös, tehát a gyerekeknek egyszer kell elmondani, hogy lesz egy ilyen lehetőség, akkor nem hagynak békét az óvónőknek, de itt ezúton szeretném megköszönni Csíkszainé Edikének, hogy ő fantasztikusan összefogja ezt a 4 égtájat, és sok mindenben segít nekünk. És itt el is mondtam már a gyerekeknek azt, hogy november 30-án pedig az atlétikai centrumba várjuk a Mikulás futásra őket, és természetesen másokat is, akik látják ezt a felvételt. Képviselő asszony, végignézsz ezt a játékos sportvetélkedőt, milyen érzés volt kívülről figyelni a lelkes kicsiket? A gyerekeket mindig nagyon jó érzés figyelni, nagyon ügyesek voltak. Nagyon fontosnak tartom az ilyen sportrendezvényeket, és nagyon örülök, hogy Nyíregyháza élen jár abban, hogy sporttehetségeket képezzen. Ennek is ez egy jeles példája. Boldogság, hogy mind a 4 égtáj itt volt ezen a mai rendezvényen, és mindegyik gyermek boldogan távozik aranyéremmel. Fontos, mert azt gondolom, hogy a gyermekeket nagyon sok mindenre megtanítja, nem csak a sport szeretetére és arra, hogy figyeljenek az egészségükre, hanem itt is bebizonyosodott, hogy figyeltek egy másra, tudtak együtt dolgozni, csapatban dolgozni, és egymásért dolgozni, nem csak önmagukért, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos nevelő hatással bír minden gyermek számára. Nagyon sok szó esik a sport fontosságáról, arról, hogy minél korábban már el lehet kezdeni. Ha a Nyíregyházát nézzük, a óvodákban megvan az a sportinfrastruktúra, ami szükséges az első lépésekhez? Természetesen igen, hát pici óvodáskortól Nyíregyháza nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a sportot, a sport szeretetét és az egészséges magatartást megtanítsa, eljuttassa a gyermekekhez. Ehhez Nyíregyházán számtalan lehetőség van. Hogyha azt nézzük, hogy csak a szabadidőparkokban mennyi kondipark van, ahol lehet sportolni, az óvodák milyen felszereltségűek, ahol a sportszerek, a sporteszközök bent vannak az óvodákban, és most is tudom, hogy ezekből a játékeszközökből, amelyekkel most vetélkedtek, ezeket mind-mind vihetik haza az óvodások oda az óvoda termébe, a csoportszobákba, és a későbbiek során is tudnak majd ezekkel sportolni és játszani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Nyíregyházán minden adott ahhoz, hogy egészen kisgyermekkortól 99 éves korig mindenki megtalálja a sport szeretetét és megtapasztalja a sport szeretetét. 15 érmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói a Stuttgarti Nemzetközi Viadalon. A nyíregyházi úszók idén még 2 versenyen állnak rajtkőre.
Ez már több éves kapcsolatunk, de 3 éven keresztül szoktunk járni. Én úgy gondoltam, hogy célszerűbb az őszi versenyre a fiatalabb korosztályt, és van tavasszal is egy rangos versenyük, oda pedig az idősebbekkel utazunk. 3 éve járunk, már ez az 5. alkalom volt. Mekkora volt a mostani mezőny, honnan érkeztek a részvevők? 4 országból érkeztek, itt most svájci, osztrák csapat érkezett, illetve a magyarokon kívül egy román csapat volt még jelen, illetve hát 39 német klub. Hát nagyon sok rajt volt, ez egy nagyon mosta verseny, az egész hétvégét felüleli délelő délután 3900 rajt. Mekkora csapattal indult el a nyíregyházi különítmény, és hogyan szerepeltetek? 8 versenyzőt vittünk, utánpótlás edző kollégával úgy beszéltük meg Kelemen Ottónak a csapatából a cápa korosztályt. Mindig ez a 11-12 évesek korosztálya. A gyerekek ugye szinte mindenki arra mondhat, hogy első nemzetközi versenye volt, én külföldön megmérettetés, de nagyon jól szerepeltek, és azt tudom mondani, hogy eredményesen zártuk ezt a versenyt. 15 érmet nyertetek, közte 10 aranyat, viszont volt egy egészen kiemelkedő teljesítmény is. Így van, én kiemelném a Szabó Regina teljesítményt, aki mind a 6 számban, amiben elindult és beneveztük, az megnyerte, de jól úsztak a többiek is, tehát a Hajtman Virágtól kezdve meg tudnám említeni a fiúkon át a Kerepesi Lászlót, akik mindannyian éremmel, illetve hát első helyezéssel zártak. Mire jut még idő az úszás mellett egy ilyen rendezvényen, ahol azért több ország edzői, versenyzői, csapatvezetői vannak együtt? Ezt mindenképpen úgy szervezik, hogy legyen egy kis kitekintés, hogy a szombat délutánban, akkor estébe belefért egy kis városnézés, illetve hát egy üzletközpont látogatás, mindenképpen kell. Illetve a vasárnap délután, ott pedig a Porsche Múzeumot látogattuk meg, a szálláshelyünk is közel volt a Porsche gyárhoz, és a gyerekek is nagy örömmel, még a lányok is nagy örömmel vették részt ezen az eseményen. Ezzel a versennyel még nincs vége az idei versenyeknek, 2 megmérettetés vár rátok. Elsőként mindjárt a hétvégén a Szabolcs Kupa. Mekkora mezőnyre, milyen versenyre lehet számítani? Döcögve indult a szervezés, de aztán örömmel mondhatom, hogy igen, kikerekedett. 260 versenyző verseny, ez közel 1000 rajt lesz csak szombaton. Ugye szombaton lesz ez a verseny, román és szlovák versenyzők jelezték a részvételüket, illetve 17 magyar klub, ami a tavalyi évhez képest egy jelentős emelkedés, mind klub, mind versenyzői szinten. Én bízom benne, és nem bízom, tudom, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum adja a legnagyobb indulóvezényt, 56 versenyzőt fogunk nevezni, a legkisebbektől a legnagyobbakig. És lesz még decemberben is egy verseny, Szegeden rendezik az utánpótlás rövidpályás országos bajnokságot. Oda milyen csapattal készültek? Holnap nyílik a nevezési felület. Én azt mondtam a versenyzőknek, hogy aki olyan egészségi és olyan formában van, hogy a vállalat jött ide a versenyt, illetve szintidővel rendelkezik, ugyanis itt az országos bajnokságon a kőkemény szinteket kell teljesíteni, azokkal tervezzük a versenyt. Természetesen betegségidőszak van, sérülés hátráltat minket egy-két esetben, de én bízom benne, hogy 6-8 versenyzővel ott tudunk lenni. Szóltatok rendezni egy kicsit könnyedebb hangulatú évzárót is, idén lesz ilyen? Mindenképpen lesz, mindenképpen az úszás szakág is igazodik a sportcentrumnak a saját rendezvényéhez, hiszen ők is szeretnék, hogy ez a év is eredményesen záruljon, de az úszóknak itt az uszodában is lesz. Mikulás környékén szoktunk szervezni egy kis váltóversenyt, Mikulás versenyt, illetve nyílt napot, ahol a szülők is bejöhetnek. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.